energetikai korszerűsítés Csengerben 22 millió forintból újult meg a járási hivatal épülete, ez egyike a megye 29 intézményét érintő energetikai fejlesztésnek. Országos neveléstudományi konferencia Nyíregyházán 25 tudományos szakmai kutatás, 203 tematikus előadás hangzik el 40 szekcióban. Felkészült a Feti vízig, 100%-os a védelmi rendszer, befejeződött a Felső Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság ár- és belvízvédelmi létesítményeinek őszi felülvizsgálata. Átadták a Csengeri Járási Hivatal foglalkoztatási osztályát. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A járási hivatal épületét a megye 29 intézményét érintő energetikai fejlesztés részeként újították fel 22 millió forintból. A beruházástól jelentős megtakarítást várnak, akár 40%-kal is kevesebb lehet a fűtésszámla. Az ország 1600 kormányhivatalából közel 400-at korszerűsítettek. A költségek meghaladják az 1100 milliárdot, ebben az energetika mellett a hulladék és vízgazdálkodási, valamint klímavédelmi programokat is támogattak. A kormányhivatalok energetikai korszerűsítésére 20 milliárd forintot költenek, a beruházástól jelentős megtakarítást várnak. Az energiának jelentős részét fűtésre, hűtésre fordítjuk. Egy korszerűtlen épületnél az utcát fűtjük, ez ugye nem hatékony és nem jó dolog, és hát a megtakarítás ezeknél a pályázatoknál jelentős mértékben jelentkezik, hiszen nyilázáró csere van, falhőszigetelés, födémszigetelés, és hát megújuló energiát is használunk. Tehát egyik oldalról nyerünk energiát, geotermikus vagy napenergiát, a másik oldalról pedig nem engedjük az energiát az épületen kívülre kerülni. A megyében is több mint 20 ilyen intézmény felújítását indították el, több mint 1,7 milliárd forintot fordítanak erre. A fejlesztés 25-30%-os megtakarítás jelent, ez csak a fűtés esetében akár 40% is lehet. Egy ilyen nagy rendszer esetében, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal, ami nagy megye ráadásul, ez érezhető lesz az intézményi megtakarításban. Az nagyon fontos, hogy ez a forrás, ami így sikerül megtakarítanunk, ez nem megy el a megyéből, hanem a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy több lehetőségünk lesz arra, hogy eddig elmaradt kisebb beruházásokat akár meg tudjunk valósítani, vagy bármi olyan problémát meg tudjunk oldani, amihez saját erőből képesek vagyunk, és amihez kell valamiféle pénzügyi forrás is. Számos energetikai korszerűsítés zajlik a megye járási hivatalaiban és azok intézményeiben. Csengerben a foglalkoztatási osztály újult meg, a fejlesztésre 22 millió forintot költöttek, és a beruházás már rövid távon is megtérül. Ha megtermeljük az áramot fotovoltaikus elemekkel, azt már nem kell kifizetni, ha megtakarítunk energiákat a fűtéssel és egyéb energiákat, azt nem kell kifizetni, úgyhogy azokkal a pénzekkel jobban tudnak gazdálkodni, és azt gondolom, hogy a komfortos munkavégzés sem egy utolsó szempont, hiszen egy mosolygós ügyintézőhöz, ha betér egy állampolgár ügyeinek intézésére, egész más környezet, egész más lelkileg feltöltött kollégák jelentkeznek. Azt gondolom, hogy ez itt összesen a szellem és a háttér, a dologi háttérnek együttes munkája ez. A térségben a jövőben további fejlesztések várhatóak. A tervek szerint az idén letették a Mátészalkai Járási Hivatal alapkövét is. A pedagógus képzés és az inkluzív nevelés a központi témája a 17. országos neveléstudományi konferenciának. A rangos tudományos eseménynek a Nyíregyházi Egyetem adott otthont idén. A háromnapos konferenciára az ország minden részéről érkeznek előadók. 525 tudományos szakmai kutatás, 203 tematikus előadás hangzik el 40 szekcióban. Inkluzív nevelésről akkor beszélünk, ha a fogyatékkal élő gyerekeket egy iskolában és egy osztályban nevelik, a jellegzetes, átlagos fejlődésű gyerekekkel. Az inklúzió kérdése nagyon érzékeny téma, megosztja a kutatókat, a pedagógusokat is. Pedagógiai szempontból az integráció egy magasabb fokát jelenti. A korszerű tanárképzésben az inkluzív nevelés egyre inkább előtérbe kerül, de az iskolákban nem terjed ugyanolyan ütemben az inklúzió. Ennek személyi, tárgyi akadálya is van. A befogadó iskoláknak fel kell készülniük az inkluzív nevelésre.
A mai inkluzív nevelés programjai nem egyszerűen pedagógus és gyógypedagógus együttműködését képviselik az osztályteremben, illetve az iskolában, hanem osztálytársak segítő együttműködését. Ennek az a jelentősége, hogy az osztálytársak együttműködése révén a gyerekek megtanulják a mások helyzetébe való beleélést, tehát az átlagos fejlődésű gyerek számára ez egy nagy ablaknyitás arra, hogy hogyan kell együtt érezni másokkal, és hogyan kell valóságosan segíteni. Az inkluzív nevelés igazi új irányzatai nagyon sok idői befektetést igényelnek, de mind azon alapszanak, hogy a pedagógus irányításával a gyerekek egymás segítség. Az inkluzív nevelést mesterszakon tanítják a Nyíregyházi Egyetemen. A pedagógus képzés alapszakjain az új mintatantervekben is benne van ez a terület. A Nyíregyházi Egyetem hagyományosan is egy pedagógus képző intézmény, ahol a tanár és tanítóképzés mellett ettől a tanévtől elindult az óvodapedagógus képzés is. Nagyon-nagyon sok a jelentkező, 100-nál több hallgató van óvodapedagógus képzésen levelezőn, és olyan 40 körül a nappali tagozaton. Amiben szintúgy emelkedés volt ebben a tanévben a tanárszakokon, de természetesen ott még nem érjük el azt a kívánatos szintet, mi sem az országban, más egyetem sem, hogy elégedettek legyünk a létszámmal. Az idei tudományos konferencián több mint 525 szakmai anyagot mutatnak be, 61 szimpózium, 203 tematikus előadás hangzik el 40 szekcióban. A neveléstudományi kutatásokban a Nyíregyházi Egyetem is részt vett. Nagyon sok kutatással jönnek a kollégák, vannak, akik a környezeti neveléssel foglalkoznak, zenei kutatásunk van, az iskolai erőszak problémájáról hangoznak el előadások, aztán mi is az inkluzió kérdését is feszegettük, én magam is két előadással készülök, és ezen kívül könyvbemutatókat is hallgathatunk majd a konferencia 3 napján. Tehát a kérdésre azt kell mondanom, hogy még a korábbi években tényleg azt tapasztaltuk, hogy 3-4-5 kollega vett részt ilyen konferencián, most 30 felett van a kollégák száma, akik előadásra készülnek. A neveléstudományi kutatások eredményeire támaszkodnak az oktatásfejlesztők, és figyelembe veszik azokat a köznevelést érintő reformok bevezetésénél. 100%-os a védelmi rendszer, befejeződött a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság ár- és belvízvédelmi létesítményeinek őszi felülvizsgálata. A működési területen a belvíz csatorna hossza meghaladja a 3000 kilométert, de ellenőrizték a több mint 600 kilométer töltést és a 20-nál több szivattyú telepet is. A Feti Vízik szakembereit 1700 közfoglalkoztatott is segítette a védelmi létesítményeknél. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság teljes működési területén végzett ár- és belvízvédelmi felülvizsgálatot, hangzott el az értékelő megbeszélésen. Ez azt jelenti, hogy több mint 600 kilométer töltés szemléje, 20-nál is több szivattyútelep ellenőrzése történt, de a belvízcsatorna rendszert is áttekintették, amelynek hossza meghaladja a 3000 kilométert. Ezen felül a védelmi anyagokat és a raktárakat is ellenőrizték. Teljes körülön áttekintettük az ár- és belvízvédelmi rendszernek a karbantartottságát, teljesítőképességét, a töltések, csatornák, szivattyútelepek, víztározók helyzetét, és azt állapítottuk meg, hogy valamennyi területen a munkatársaink a szükséges felkészítéseket elvégezték. A védelmi rendszer egyenszilárdságú, védbiztonságot veszélyeztető gyenge pontokat nem találtunk. Természetesen értékeltük a védelmi gépek és berendezések állapotát is, ezek is mind működőképesek, valamennyi szivattyútelepünk is képes a feladat ellátására. A Feti Vízignél jelenleg 370 szakember dolgozik, a védelmi létesítményeknél 1700 közfoglalkoztatott segítette őket. Bodner Gáspár véleménye szerint mindkét csapat kiválóan teljesített. Ez azért is fontos, mert árvízvédelmi szempontból a Felső-Tisza vidék a legkockázatosabb. A terület fel van készítve a szélsőséges, nem várt időjárási körülményekre is. Mint elhangzott, az árvizek sosem az országhatárnál indulnak, ezért fontos a nemzetközi kapcsolattartás is.
Nagyon fontos, hogy működik az előrejelzés riasztó rendszerünk. Ez azt jelenti, hogy Kárpát aljáról jönnek 5 percenként az adatok a hegyvidéki vízgyűjtőről. Ezeket a kollégák éjjel-nappali ügyelet keretében értékelik, és a szükséges riasztásokat meg tudják tenni. Ez az állomásrendszer több mint 170 állomásból áll. Kapunk információt a lehullott csapadékról, a léghőmérséklet változásáról, illetve a folyókon a vízszintek alakulásáról is. Az értekezleten elhangzott, a térség tározóiban jelenleg súlyos vízhiány van, így a Feti vízig egyik kiemelt feladata lesz, hogy nem elvezetik, hanem visszavezetik majd a téli csapadékot. Emberközpontú tudomány címmel tartottak konferenciát a Nyíregyházi Egyetemen. A felsőoktatási intézményben a Magyar Tudományos Akadémiával együttműködve tartottak előadásokat, és átadták az egyetem tudományért és művészetért alapított díjait is. 20 éve szervezik meg a Magyar Tudomány ünnepét annak emlékeként, hogy Széchenyi István 1825-ben birtokainak egy évi jövedelmét felajánlotta a Magyar Tudós Társaság megalapítására. A Nyíregyházi Egyetemen a Magyar Tudományos Akadémiával közösen tartott megemlékezésen a Neumann galaxis gyermekei témában tartottak előadást. Biztosan többen hallottak már a Gutenberg galaxisról, de ez nem egy olyan galaxis, mint amiből a csillagok állnak. Ugye a galaxisokat, azokat a rendszereket hívnak, ami különböző csillagoknak, ugye a halmaz, a bolygók és egyebek. A Gutenberg galaxis az tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a nyomtatott információ hordozóknak, azaz a könyveknek, a könyvben tárolt információknak a hatalmas nagy tára. És a Neumann galaxis pedig valami új dolog, hiszen a könyvekben tárolt információkat már egyre kevésbé használjuk, és egyre inkább használjuk azokat az információkat, amiket úgy hívunk, hogy digitális információ. És miután Neumann János szoktuk mondani a számítógép atyának, innen jön az elnevezés. Hát igazából a tudománynak fel kell készülni arra, hogy új információforrások jelennek meg, már nem a hagyományos módon nyúlunk az információkhoz, és arra utal a professzorasszonynak az előadása, hogy erre a gyermekeinket is fel kell készíteni, hiszen én azt hiszem, aki szülő tudja, hogy a gyerekek már nem nagyon szeretnek annyira olvasni, mint amennyire az interneten szörfölni. Tehát lényegében erről szól, és arról, hogy a gyerekeinket hogyan készítsük fel az újfajta információszerzésre. A Nyíregyházi Egyetemen rendezett ünnepen adták át az intézmény tudományért, művészetért díjait is. Az elismerést Szabó Sándor és Szepesi Béla főiskolai tanárok, valamint Víg Szabolcs tanársegéd vehette át. Ilyen még nem volt címmel mutatta be nagyszabású színpadi sóját a For For Dance. Az előadásról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Sima győzelemmel jutott tovább a női kézilabda magyar kupában a Kisvárda. Máté Fieszter együttese a Kecskemét elleni mérkőzésen végig vezetett, és végül 8 gólos, 27-19-es győzelmet arattak a kisvárdai kézisek. A 8. fordulóban sem jött össze a pontszerzés a nyíregyházi TK-nak. A szabolcsi tekések az Ajka ellen hiába vezettek és gurítottak 3300 fa felett. A győzelem ismét elmaradt, és a bakonyi csapat nyert 6-2-re. Ilyen még nem volt címmel mutatta be nagyszabású színpadi sóját a For For Dance szerda este a Váci Mihály Kulturális Központban. A 2 órás műsoron teltház fogadta a népszerű nyíregyházi táncosokat és meghívott vendégeiket. A nyíregyházi táncosokon kívül fellépett térségünkből a Parnograszt és a feltörekvő Kelet Brass Band, de az ország másik végét Sopront is képviselte a Strux ütőegyüttes. A nyíregyháziak számára nem ismeretlen a For For Dance neve. A táncos fiúk már bejárták az összes kontinenst, közel 50 országban mutatták be műsorukat az elmúlt 10 évben, és mindenhol büszkén hangoztatták, hogy nyíregyháziak. Azonban saját bevallásuk szerint, ha hazai közönség előtt kell fellépniük, mindig sokkal jobban izgulnak. Így volt ez most is, amikor a Váci Mihály Kulturális Központ kérte fel őket egy egész estés műsor bemutatására.
csapatunk nemrégiben ünnepelte ugye a 10 éves jubileumát, akkor egy nagyon nagy szabású műsorral készültünk, amit utána volt szerencsénk még nyáron megismételni, duplázni ezzel. És hát most érkezett a felkérés ugye a Váci Mely Kulturális Központ részéről, hogy szeretnék, hogyha a For Fornance egy újabb egész est és nagy műsorral mutatkozna be Nyíregyházán. Mi nagyon örültünk a felkérésnek, és hogyha már belekezdtünk, és ugye Nyíregyházán vagyunk, akkor a nyíregyháziakat mindig szeretjük egy kicsit meglepni, ezért a műsornak azt a címet adtuk, hogy ilyen még nem volt. Aztán valahogy a műsorkészítés közben valóban úgy szerkesztődött, úgy koreografálódott ez a műsor, hogy ilyen tényleg nem volt még. A mostani fellépésükre a régi koreográfiák egy részét felelevenítették, egy részét pedig felújították a táncosok, de természetesen új műsorszámokat is láthatott a közönség. A meglepetések itt nem értek véget. A nyíregyházi csapat a vendég előadók tekintetében is alkalmazta azt az elvet, hogy nem csak a régiekre van szükség, hanem az újakra is. Régi vendégek, új vendégek is vannak, a régiek közül mindenképp megemlíteném a Strokes együttes, de nagyon fontos volt ennek a műsornak a szerkesztésében, hogy főleg helyi csapatokkal dolgozzunk együtt, ezért ilyen például a Párnográszt, vagy egy nagyon fiatal, tehetséges fúvós banda a Kelet Brass Band, vagy konferálóként Bistei Attila, igazából rengeteg gyerek nőtt fel a kezei alatt, mint konferanc, illetve ami még nagyon különleges lesz, hogy régi táncostársaink, lányokkal egy kicsit visszamegyünk mi is az autentikus néptánchoz, és a régi táncos párjainkkal lesz egy autentikus blokk is. A For Fornance életében továbbra sincs megállás. Másfél hét múlva Malajziát, januárban pedig Norvégiát hódítják majd meg a fiúk, és közben nem feledkeznek meg a hazai közönségről sem, hiszen Magyarországon is több helyen lépnek majd fel. Sima győzelemmel jutott tovább a női kézilabda magyar kupában a Kisvárda, Máté Fieszter együttese a Kecskemét elleni mérkőzésen végigvezetett, és végül 8 gólos, 27-19-es győzelmet arattak a kisvárdai kézisek. Bár a Siófok elleni hétvégi bajnoki mérkőzésen bicegve hagyta el a pályát Tristjuk Krisztina, a kisvárdai játékos sérülése nem bizonyult súlyosnak, és a Kecskemét elleni kupameccsen már ott lehetett a kezdőben is. A mérkőzés elejét jól kapta el a Kisvárda, akinél inkább a szélsők dominálták Szamira Rossa és Orbán Adrián vezérletével. Utóbbi gyorsan el is jutott 4 gólig, majd pihenőt kapott Máté Fiesztertől. A Kecskemét kezdettől fogva emberölőnyben támadott, na nem azért, mert folyamatosan kiállításokkal sújtották volna a Kisvárdát, hanem mert a vendégek kapus helyett mezőnyjátékos hoztak fel a gólszerzés érdekében. A Kecskemét fel is jött 1 gólra, de a várdaiaknak sikerült jobban a félidei hajrá, és 5 gólos előnnyel vonultak szünetre. A második játék részben a kisvárdai előny megtartását nagyban segítette Dzsukeva nagyszerű produkciója a kapuban, a hazai hálóőr ugyanis 9,5 percre lehúzta a redőnyt. Így már 9 gólra is feldúzott a várdai vezetés, a végén ez csökkent ugyan 1-gyel, de a 8 gólos 27-19-es győzelem is magabiztos továbbjutásról árulkodik. Látszott, mind a két csapat elég komoly mérkőzésből érkezett. A technikai száma, a hibák száma az, nem tudom, az egeket verreste ezen a mérkőzésén. Tulajdonképpen végiguraltuk a mérkőzést. Mindenki ki tudott próbálni számos játékosnak, aki kevesebbet lehetőséget kap. Aztán végül, ami nekünk fontos volt, tovább tudtunk menni a kupába. A vendégek vezetőedzője úgy látta, csapata fáradtan játszott. Érződött rajtunk az a komoly 5 hét, amin túl vagyunk. Nagyon komoly rangadókat játszottunk. Hosszú út volt a mai, látszott, hogy fáradtak vagyunk, rossz döntéseket hoztunk, és hát egy kiváló csapat ellen játszottunk. Hát sajnos ez így alakult, nem áll meg az élet. Folytatjuk ugyanúgy, ugyanazzal a mentalitással. Most pihenünk egy nagyot, 4 nap pihenünk lesz most, van mit kipihenjünk. A Kisvárda győzelmével a legjobb 8, pontosabban a 10 közé jutott, hiszen a két bajnokok ligája résztvevő csapatot, a Győrt és a Ferencvárost kiemelték. A 8. fordulóban sem jött össze a pontszerzés a nyíregyházi TK-nak. A szabolcsi tekések az Ajka ellen hiába vezettek és gurítottak 3300 fa felett, a győzelem ismét elmaradt és a bakonyi csapat nyert 6-2-re. 7 nyeretlen fordulót követően most már azzal reménnyel álltak dobóállásba a nyíregyházi tekések, hogy végre véget ér a rossz sorozat,
és a 8. találkozójukon pontot szerezhetnek. Reményük cseppet sem volt alaptalan, hiszen az Ajka elleni mérkőzés nyerhetőnek tűnt a találkozó előtt, bár a Veszprém megyei vendégek tavalyhoz képest erősödtek az idei szezonban. A Nyíregyházi TK meg is tett mindent a győzelemért, Finta Zoltán 596 és Mogyorósi Péter 559 fájával, 2-0-ra 95 fával el is léptek. Aztán visszajött a játékba az Ajka, a Bakonyaknál Tóth Martin karriercsúcsot is dobott, és nem csak hogy egyenlítettek a vendégek, hanem a vezetést is átvették. Aztán egyszer itt, egyszer ott volt néhány fányi előny, végül azonban az Ajkánál maradt, és ugyan szűken, de 33 fával jobban teljesítettek a nyíregyházi csapatnál, és 6-2-es vendégsikerrel zárult a mérkőzés. Így hiába játszottak ismét jól Fintáik, a szerencse nem szegődött melléjük, és ismét elmaradt a pontszerzés. Mint minden sportban azért a szerencsének fontos szerepe szokott lenni. Azért itt is mi hiába dobjuk be a tökéletes jobb utcába a golyót eszem fel, és nem mindegy, hogy 7-es borul vagy 9-es. Ráadásul, hogyha ezt tarolásban kerül 9-es borulás, akkor az hatványozottan fontos lehet. Azt lehet mondani, hogy az első körben nekem ilyen szituációba sikerült az ellenfelemet, egy nagyon jó nevű ellenfelemet legyőzni az utolsó 15 tarolásba, 2 9-est is jókor sikerült bedobnom, és ezek nagyon sokat számítanak, és ami az elején jött, az utolsó sorban rendben nem, és nem nekünk jött, nem nekünk borult, nem úgy borult, de nyilván a szerencséért tenni is kell, én ezt szoktam mondani. A vendégek nagyon sokat tettek, nagyon sokat küzdöttek a tetemes hátrányuk ledolgozása után, és nehéz azt mondani, de megérdemelten nyertek, mert a tekébe azért az összfát nézve mindig a több fátütő csapat szokott nyerni. A következő fordulóban a nyáron megerősített Ferencvárosnál vendégeskednek a nyíregyházi tekések. Még egy világbajnokot igazolt a Ferencváros, a Kovács Gábor személyében Olaszországból hívták haza, úgyhogy nagyon nehéz dolgunk lesz, de hogyha azt nézzük, hogy tavaly a Ferencváros ellen a 10. fordulóban Budapesten győzni tudtunk, akkor mindenképpen reménykeltő lehet majd ez a mostani találkozó. A reményeket pedig tovább fokozza, hogy tavaly is csupán a 9. fordulóban jött össze az első pontszerzés a nyíregyháziaknak, akik bíznak benne, hogy most is talán a 9. forduló véget vet a rossz sorozatuknak. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Átadták a Csengeri Járási Hivatal foglalkoztatási osztályát. A Járási Hivatal épületét a megye 29 intézményét érintő energetikai fejlesztés részeként újították fel 22 millió forintból. A beruházástól jelentős megtakarítást várnak, akár 40%-kal is kevesebb lehet a fűtésszámla. A pedagógus képzés és az inkluzív nevelés a központi témája a 17. Országos Neveléstudományi Konferenciának. A rangos tudományos eseménynek a Nyíregyházi Egyetem ad otthont idén. A háromnapos konferenciára az ország minden részéről érkeztek előadók. 525 tudományos szakmai kutatás, 203 tematikus előadás hangzik el 40 szekcióban. 100%-os a védelmi rendszer, befejeződött a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság ár- és belvízvédelmi létesítményeinek őszi felülvizsgálata. A működési területen a belvíz csatorna hossza meghaladja 3000 kilométert, de ellenőrizték a több mint 600 kilométer töltést és a 20-nál is több szivattyú telepet. A Feti Vízik szakembereit 1700 közfoglalkoztatott is segítette a védelmi létesítményeknél. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 9-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk kisebb esővel. Átmenetileg kis és szárazabb levegő áramlik térségünk fölé, emiatt néhány órára mindenütt kisüt a nap. Az előttünk álló éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd kisé felszakadozik a felhőzet. Első szitálás egyaránt előfordulhat. Hajnalra többfelé párássá válik a levegő, néhol kötfoltok képződhetnek. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, majd estétől megnövekszik a felhőzet,
akkortól eső is előfordulhat. A nyugati szél időnként megélénkül. Délutánra 10 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban erősen felhős vagy borult lesz az ég. Szombaton még csak néhol, vasárnaptól egyre több felé számíthatunk esőre, záporra. Hétfőtől mérséklődik a nappali felmelegedés, a hegyekben havas eső, havazás sem kizárt, sőt a viharos északi szél is okozhat problémát.